hajnali 3 óra. Még itt ülök a színházi irodában. Fáradtan, zúgó fejjel. A rettenetes izgalom után nem is gondolok a lefekvésre. Körülöttem órák óta már halálos csönd van. Azt hiszem mindenki. Közönség és színészek. Kolozsvár egész magyarsága. Ébren tölti az éjszakát. Újra és újra átélem ennek a nagyszerű búcsúestének robogó eseményeit. Elevenem én a fülemben, a lelkemben minden szó, minden hang, a szenvedélyek kirobbanása és lángolása, a fájdalom vonaglása. Megpróbálom leírni, mi történt. Már 7 órakor özönlött a közönség a színház felé. Mindenki ott akart lenni, ezen a nagy búcsón. Csodát vártak. Mikor már az utolsó helyig megtelt a nézőtér, úgy rendelkeztem, hogy jegy nélkül és be kell mindenkit engedni. Pillanatok alatt megteltek a széksorok közötti térségek, míg a zenekari helyiség is szorosan egymáshoz simulva, lihegve. Hegyén hátán állottak az emberek, és mindenki fekete ruhában volt. Nem volt előzetes megbeszélés. Mégis mindenki úgy érezte, hogy nagy temetése jön, és felöltötte ünnepi fekete gúnyáját. A széles folyosókon is szorongtak az emberek. Kinyitottam tehát a folyosóra nyíló ajtókat, hogy odakint is hallhassák legalább foszlányait a magyar szónak. 2500 ember szorongott a nézőtéren és a folyosókon. Pedig a színházban csak 1200 ember számára volt élvei. A színház előtti tér is feketén lett. Halálos csönd támadt, amikor a függöny szétnyílt. Lélegzetét is visszafojtotta mindenki, hogy ne zavarja az ünnepi némaságot. De valahányszor egy színész színpadra lépett, vagy kiment jelenése végén, újra és újra kitört a tapsi. Következett a nagy monológ, és én elfelejtettem mindazt, amit tudós dramaturgiai professzoraimtól hallottam a Színi Akadémián. Hogy ez a monológ önmagát marcangoló, magában mélyedő elmélkedés. Kiállottam a sugolyuk elé, a nézőtér felé harsogva a kérdést. Lenni vagy nem lenni? Ez itt a kérdés. Pillanatnyi megdöbbenés, némaság után fergetekként robbantak ki a szenvedélyek. A karzatról éles női hang törte meg először a csöndet. Élni akarunk! És utána 2000 torok dübörögte, harsongta, felszabadultan, újongva, reménykedően, élni akarunk! Mintha a történelem kerekébe akart volna az a 2000 ember kapaszkodni. A tenyerek összeverődtek. A lábak szilajul dobogtak. Félelmetes pillanat volt. Magam is megriadtam a visszafojtott szenvedélyeknek. Ettől az orkános kitörésétől. Percekig tartott ez a viharzás, azután valahogy egymást elcsitították az emberek. A rendőri készültség ekkor katonai segítséget kért a színház elé. A felvonás végeztével suttogva újságolták nekem a munkások, hogy futólépésben érkeznek a katonák, és 3 zárt sorban körülgyűrűzték a színházat. Feltűzött szurony a vállukon, a vezénylőtisztek kezében revolver. Így újságolták a megriadt díszítőmunkások. Sietettem a dekoráció felállítását, fejezzük be gyorsan az előadást, mielőtt vérontásra kerül sor. Színészeimnek megmondtam, hogy az előadás után lehetőleg pillanatok alatt öltözenek át, és a kis parkra nyíló hátsó kapun siessenek haza. Ott kikerülhetik a katonai kordont, mely már körülzárta a színházat. Éjfél már régen elmúlt, már október 1-jét írtunk, amikor az előadás véget ért. A függöny utoljára csapodott össze. A színpadról elszélettek a színészek, munkások, kapott utasítás szerint. A
A nézetéren azonban senki sem mozdult. Mindenki helyén maradt, mintha a lábak gyökeret vertek volna. Ez nem volt megbeszélés, nem volt utasítás. 2000 ember gondolatának csodás találkozás volt. Mintha meg akarták volna védeni színházukat idegen támadás ellen. A torkokat a sírás folytogatta. Tanástalanul néztek egymásra, de helyüket elhagyni nem akarták. Valaki nem tudott tovább uralkodni idegein, felszakadt a zokogás, szíve mélyében. Mintha jeladás lett volna, egyszerre 2000 torokból javadult fel a fájdalom. Soha ilyen felséges, ilyen megrendítő, ilyen vért korbácsoló hangzavart nem hallottam. Ezt a jelenetet nem tudja más megérteni, mint kolozsvári ember. Nincs a világon város, ahol úgy szeretnék, úgy magukénak vallának az emberek a színházat, mint Kolozsvárt. Minden kolozsvárinak a szívéhez van nőve a színháza. Ezért fájt úgy az elvétele. Kint a téren már vezényszavak hallatszottak. A fegyveres erő már betörni készült. Ekkor a függöny elé léptem. A kaotikus hangzavar hirtelen elült. Reménykedő, nedves, fájdalomtól égő szemek villámlottak felém. Mégis megtörtént a csoda. Talán azt akarom bejelenteni, hogy mégsem veszik el a színházunkat. Ajkamra tapasztottam ujjaimat. Ezzel jelezve, hogy nem szabad beszélni. És kézmozdulattal kértem, könyörögtem, hogy távozzanak. Erre viharosabban tört fel a sírás. Közben dacos kiáltások sivították. Nem megyünk el, itt maradunk, nem hagyjuk el a színházunkat. Még ott állottam a színpad elején, tehetetlenül, tanástalanul, reszketve a fenyegető pillantásoktól, amikor a téről minden kapun át benyomultak a rendőrök, a katonák, és rekedt szidalmak között gumibotokkal, puskatussal verték ki a közönséget. Ütötték, verték, kitoltaláltak. Sikoltva, egymást tapostva menekült, aki tudott. Az embertelen támadás elől, de aki el tudta kerülni az ütlegeket, tetézetten megkapta a téren, ahol a katonák kordonjába ütközött. Azután elcsendesedett minden. A harctéren csupán eltaposott kalapok, szakadt ruhafoszlányok maradtak. A nagy színház épületben csak hárman maradtunk. Az öreg Méri bácsi, a házi tűzoltó, aki várta, hogy oldhasson, Bürger Antal, öltöztető Szabó, meg én. A vén Szabó lehúzta rólam Hamlet királyi fekete trikóját. Azután végtelen, véget érni nem akaró, hosszú, álmatlan, sötét éjszaka következett. Virágos fák